Tovább késhetnek a Magyarországnak folyósítandó uniós pénzek. A parlamenten rohamtempóban és előzetes egyeztetés nélkül keresztülvert múlt heti törvény miatt, amellyel a kormány megnyírbálta az orvosi kamara hatásköreit. Az ősszel még úgy látszott, a kormány enged a jogállami normák helyreállítását elváró Európai Uniós nyomásnak. Most azonban úgy néz ki, hogy nem igazán könnyíti meg a brüsszeli pénzekért egyeztető Navracsics Tibor dolgát. Tartózkodás nélkül elfogadta. A parlament alig néhány nap alatt fogadta el azt a jogszabálymódosítást, amely megszüntette a kötelező kamarai tagságot az orvosok számára, ami az uniós források érkezésének újabb akadálya lehet. A magyar kormány ugyanis azt vállalta, hogy a jogállamisági szabályok tiszteletben tartásának bizonyítására a jogszabályok minimum 90%-át nyilvános konzultációra bocsátja. Ehhez képest a Magyar Orvosi Kamara jogköreinek átalakítását nem egyeztette senkivel a kormány. Az üggyel kapcsolatban kerestük Navracsics Tibort, aki hónapok óta tárgyal az uniós forrásokról, és korábban sikeresnek mondta az egyeztetést, de a miniszter most nem kívánt nyilatkozni. Parlamenti képviselőként egyszerűen megrázó végignézni azt a pusztítást. Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselője azt mondta, teljesen indokolatlan a kormány Európa ellenes uszítása. Utolsó európai ország vagyunk, ahol még nem jutottak hozzá az Európai Uniós. Az, hogy az orvosi kamarával szemben is elindult ez az indokolatlan és brutális támadás, ez nem csupán a magyar emberek egészségét veszélyezteti, hanem Magyarország gazdasági helyreállítását is. Orbán Viktor Magyarország érdekeivel szemben politizál, ki kell mondani az igazságot. Újhelyi István szerint a kormány már nem is törekszik igazán a megegyezésre Brüsszellel, és ennek az okát is tudni véli. Egyre inkább azt gondolom, hogy Orbán Viktor nem akar megállapodni az Európai Unióval, hiszen akkor ez egyet jelentene a NER rendszerének lebontásával, az alkotmánybíróság függetlenségével, az igazságszolgáltatás, az ügyészség, a különböző leuralt, elfoglalt állami szervek felszabadításával. Éppen ezért fájó, hogy ahelyett, hogy megegyeznének, ilyen rapid és erőszakos politikai törvényhozás zajlik, mint az orvosi kamara esetében. Gyévai Zoltán, a Szabad Európa brüsszeli munkatársa úgy látja, az EU-s pénzek késése még sok gondot jelent majd. Nagy valószínűséggel ez problémát fog okozni majd a helyreállítási pénzeknek a felhasználásában, a hívásában, hiszen a kormány ott vállalta kifejezetten, hogy mindenféle törvényhozás előtt, fontos törvények meghozat előtt társadalmi konzultációt fog folytatni. Levélben kerestük a belügyminisztériumot, hogy reagáljanak az észrevételekre, de adásunkig onnan sem kaptunk választ.